Rögtön az elején hat köszöntsem Önöket a nőnap alkalmából. Boldog nőnapot mindenkinek, jó egészséget kívánok a következő évekre is, jó hosszú évekre. Zita már viccelődött vele, meg beszélt róla, de mégis én is elmondom, hogy, hogy tudják-e, hogy a Fidesz az leváltotta a saját logóját, a narancsot egy új jelre. Az a vakkomondor. <Szorítan> Azért mondom, mert ha már Zita ilyen szépen fölhangolta, hogy itt sok vakkomondor lesz, akkor most már itt a jelképek között is meg fog jelenni. Hát tisztelt Hölgyeim és Uraim, az lenne jó, hogyha az országban nem egy nőnap lenne, hanem 365 nőnap lenne, és minden nap úgy érezhetnék a hölgyek, hogy ők bizony kellő megbecsültségben, biztonságban élhetnek, és hogy semmilyen kényszer nem hat az ő életükre, hanem minden kérdésben a gyermekvállalástól a munkahelyen át sok minden másig bizony szabadon dönthetnének. Hiszen a Fidesz egy teljesen más nőképet val magánén magáinak. Teljesen másképpen gondolkodik a hölgyekről, mint ahogy azt mi tesszük. Valóan ők megragadtak a 18-19. században én, ahogy nézem, és azt gondolják, hogy az a női ideáltípus, ami akkor jellemző volt, az ma is a legfontosabb elfogadandó női ideáltípus. Abban az időszakban, hogy a fakanál mellett kellett a nőnek a helye legyen, és hát volt olyan képviselő a parlamentben is, most szó szerint elnézést kérek a képviselő úton, nem tudom idézni, de mégiscsak valami olyasmit mondott, hogy hát a több gyereket szűnének a nők, akkor lehet, hogy nem is vennék meg őket annyiszor, ami egy egészen érdekes megközelítése ennek a problémának. Na, summa summarum mi azt mondjuk, hogy ez így nincsen rendben, a nőknek bizony segítségre van szükségük ahhoz, hogy egyenlő jogaik legyenek férfitársaikkal. Számosan statisztika van, én is az elmúlt napokban, hetekben olvastam erről nagyon sok adatot, ha nem jól mondom, akkor Zita majd kiavít, hogy... A nők nagyjából egy évben átlagosan 60 nappal többet kell, hogy dolgozzanak ugyanazért a jövedelemért, mint a férfiak. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanabban a munkában, ugyanabban az állásban, ugyanabban a beosztásban, ugyanolyan végzettséggel ma egy nő kevesebbet keres, mint férfi társa. Nem csak ma persze ez egy történelmi folyamat, ami nem változott. Éppen ezért mi azt mondjuk, és ez az egyik legfontosabb célkitézésünk a hölgyek számára íródott programunkból, hogy bizony, mi ki fogjuk kényszeríteni az egyenlő munkáért, egyenlő bérelv napi gyakorlati alkalmazását. Nem ördöngőség, nem is azt mondom, hogy egyik pillanatra a másikra működni fog, de hogy vannak az államnak ehhez eszközei, az egészen biztos. Aztán, ha már bér és foglalkoztatás, akkor természetesen is egy fontos célkitűzésünk, hogy olyan munkahelyek legyenek Magyarországon, olyan családbarát munkahelyek legyenek Magyarországon, ahova a gyermeket vállaló anyák könnyebben vissza tudnak térni, és ott össze tudják hangolni a családi teendőket a munkahelyi kötelezettségekkel. Hát magyarul olyan jogszabályi háttér kell, hiszen a munkatörvénykönyvét ugye átírták, tetszenek rá emlékezni, ezért ma a munkahelyeken nem csak a hölgyeknek, de egyébként az uraknak is kisebb a munkai biztonsága, mint korábban volt. Sokkal könnyebben lehet elbocsájtani, sokkal megalázottabb helyzetbe lehet hozni, sokkal többet tudnak úgymond trükközni legális módon a munkaadók a munkavállalókkal, hogy adott esetben több munkáért kevesebb bért adjanak, mert különböző pótlikokat, egyebeket nem adnak oda a munkavállalóknak. Éppen ezért mi olyan munkatörvénykönyvét akarunk, olyan jogszabályi biztonságot akarunk adni a nőknek, hogy minden nehézség nélkül mehessenek visszadolgozni a munkahelyükre, miután családot, gyermeket vállaltak, és amikor ott dolgoznak a munkahelyükön, akkor pedig kellően rugalmas, munkaidőben tudjanak dolgozni, hogy a családi és a munkai problémákat egyszerre tudják megoldani. Hiszen ilyen szempontból a legnagyobb teher az a hölgyeken van. A mai napig a családdal kapcsolatos gondokkal, problémákkal leginkább a hölgyek foglalkoznak. Ezzel is érdemes egy kicsit majd gondolkodni, hogy hogyan lehetne azt a tudatformálást erősíteni, ami elindult Magyarországon, hogy bizony az apák is vállaljanak nagyobb szerepet, a családi életben, hogy adjanak több segítséget a hölgyeknek, és ezzel is van dolgunk, ez egyfajta tudatformálási feladat. De emellett fontos az, hogy még egyszer mondjam, a jogszabályi háttér, a munkai biztonság, a légkör, az segítse a gyermeknevelés Magyarországon. Hiszen én most nagyon sok helyen jártam az országban, tegnap öt településen voltam, csak egy nap. És azt látom, hogy a hölgyek arról panaszkodnak, hogy sok esetben egyébként ők nem biztos, hogy akarnának dolgozni, mert nekik elég lenne az, hogy két vagy három gyermeket nevelnek otthon, mert ők azzal is teljesnek gondolják az életüket, de egyszerűen nem engedhetik azt meg, hogy a családi költségvetésből kiessen az a plusz egy fizetés, ami kell a családi költségvetésbe ahhoz, hogy valamilyen szinten meg tudjanak élni. Aztán volt olyan hölgy is, akivel beszéltem, aki azt mondta, hogy ő akar dolgozni, nem csak anyagi okokból, hanem szeretné szakmailag is kiteljesíteni az ő életét. És ehhez kér tőlünk segítséget, támogatást, hogy ezt is megtehesse. Tehát ezért mondom azt, hogy mindegy, hogy valaki kényszerből, vagy szabad választása okán akar visszamenni dolgozni, és ezáltal a családot és a munkáját összehangolni, ebben segítséget kell, hogy kapjon. Egyrészt a munkai környezet, a munkai lehetőségek az ottani biztonság szempontjából, Illetőleg, hogyha valaki visszament dolgozni, még egyszer hangsúlyozzam, az egyelő munkáért egyelő bért kell adni ezeknek a hölgyeknek és dolgozó asszonyoknak. Aztán a harmadik ilyen fontos terület, ahol hát mi szeretnénk nagyon világosan fogalmazni, Zita érintette, de talán fontos, hogy én is kimondjam, ez, hogy zéró toleranciát hirdetünk a családon belüli erőszakkal szemben. Mert kérem, a családon belüli erőszak az nem magánügy, az közügy. Éppen ezért ennek megfelelően kell kezelni, ennek súlyának megfelelően kell kezelni. És ez nem csak a büntető törvénykönyv módosítását jelenti értelemszerűen, hanem a különböző szociálpolitikai eszközök harmonikus alkalmazását is, hiszen lehetőségeket kell adni az anyáknak, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek, hogy adott esetben átmeneti szállásokon vagy bárhol máshol újra tudják indítani és kezdeni az életüket. Mi annyira komolyan gondoltuk ezt a, ezt a kérdést, hogy ez így nevezett öt pillér brosúránkba össze is foglaltuk, hogy melyek azok, melyek azok a társadalmi csoportok, akik nyerni fognak az MSP a kormányváltó erő kormányzásával. Szokták tőlem kérdezni, hogy Attila, kinek lesz jó, ha maguk kormányoznak. Most ebben a brosúrában összefoglaltuk mind a társadalmi csoportokat, mind pedig a programpontokat. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek, a nők, a munkavállalók, a kis- és középvállalkozók és a nyugdíjasok azok, akik nyertesei lesznek a mi kormányzásunknak. Mi őket képviseljük elsősorban, őértük állunk ki, és az ő támogatásukra építjük a következő kormány teljes kormányzati politikáját. Ebben van természetesen egy része a hölgyekről, de ezen túlmenőleg az a segítségével csináltunk egy még rövidebb brosúrát is, ez a kormányváltása nőkért nevet viseli, hogy ezt kicsit még könnyebben azokban a körökben, ahol kimondottam, a hölgyek gondjaival, a hölgyek problémáival foglalkozunk, hogy ott is tudjuk könnyen, egyszerűen, érthető módon bemutatni azt, hogy mibe különbözik a fideszes világ, hogy ők hogyan gondolkodnak a nőkről, és miben különbözik a baloldali világ, mi hogyan gondolkodunk a nőkről. És ez azért fontos, mert ugye ezek mögött, a brosúrák mögött kérem több száz oldalnyi és több száz embernek a munkája, szakmai Tevékenysége áll az elmúlt hónapokban, de hát ilyen hosszú anyagokat persze csak a szakértők olvasnak és bújnak végig. Szerettük volna egyszerűbben, könnyebben érthető módon is megfogalmazni az ígéreteinket, azokat az intézkedéseket, amiket azonnal életbe kell majd léptetni, amint kormányra kerültünk. Ezért a öt pillér bosúrából engedjék meg, hogy nagyon röviden, csak taxatíve hadsoroljam föl azt a 10 pontot, aminek egyik részét már érintettük, de mégis, hogy így egységbe lássák, hogy melyek lesznek azok az intézkedések, amelyekhez azonnal hozzákezdünk, hogy kormányra kerültünk. Az első, hogy eltöröljük a bölcsödei gondozási díjat. A második, hogy valódi védelmet adunk az anyáknak, hogy visszatérhessenek a munkahelyükre. A harmadik, hogy azért dolgozunk, hogy több női vezető legyen a közéletben és a gazdaságban, ez egyébként egy Európai Uniós kezdeményezéshez is illeszkedő programpont. Kikényszerítjük, hogy a nők egyenlő munkáért a férfiak, férfiakéval egyenlő bért kaphassanak. Jobban ösztönözzük és támogatjuk a családbarát munkahelyek létrehozását, Kibővítjük a 40 éves munkaviszonyokat betöltött nők nyugdíjbavonulási lehetőségét. Megakadályozzuk a többszörösen hátrányos helyzetű nők elszegényedését. Több segítséget adunk azoknak az anyáknak, akik a gyermeküket egyedül nevelik. Kiemelten kezeljük a nők egészségmegőrzését. És a tizedik, hogy zéró toleranciát vezetünk be a családon belüli erőszakkal szemben. Zárásként, tisztelt Hölgyem és Uraim, még egy érvet hadd tegyek hozzá, hogy miért érdemes a kormányvártó előkre szavazni. És ezt látom, tapasztalom, most, hogy túl vagyunk egy nagyon intenzív hétem, mindenhol kérem, mindenhol kérem a az utcáktól a tereken át, a különböző kultúrházakba, sportcsarnokokba tartott rendezvényeken kettő dolog mindig felvetődik még a, ezeken túl a problémákon túl. Az egyik az az, hogy nincs olyan helye az országnak, kérem, mindegy, hogy ez Nyugat-Magyarország, Dél-Dunántúl vagy éppen Kelet-Magyarország, ahol tömegével ne jönnének oda a nők, asszonyok, anyukák, nagymamák, és ne azt kérjék tőlem, hogy elnök úr, olyan országot építsünk közösen, hogy végre megvalósulhasson egy újfajta családegyesítés. Az elején még visszakérdeztem, hogy mit tetszik érteni a családegyesítés alatt. Azt mondják, hogy azt, hogy a külföldön tanuló, dolgozó gyermekek, unokák jöhessenek végre haza. És hogy a tudásukat itthon, Magyarországon hasznosítsák. Hogy az unokája meg tudja ölelni az édesapját, ne csak egy évbe, pár hétig láthassa, amikor el tud szabadulni a például Franciaországi munkahelyéről. És azt mondták, ha ezt megvalósítják, tudják, hogy nehéz, tudják, hogy nem megy egyik pillanatról a másikra, de ha ebbe az irányba halad az ország, ez a nemzet, akkor bizony jó irányba halad, akkor azt mondják, hogy. Van értelme változtatni, van értelme egy új Magyarországot építeni. És a mi politikánk arról fog szólni, hogy azok a fiatalok, akik ma egyébként, majdnem 50 százaléknyian, amikor megkérdezik tőlük, hogy hol képzelik el a jövők, jövőjüket, akkor azt mondják, hogy külföldön. Ha külföldön levő fiatalokat kérdezzük, hogy mikor akartok hazajönni, akkor az a tragikus válasz tőlük a többségüktől, hogy soha, több mint 500 ezer ember hagyta el ezt az országot, ez kérem több, mint az 1956-os forradalom után, aki elmenekült ebből az országból. És van képe a miniszterelnöknek azt mondani, hogy ezek a fiatalok kalandvágyból hagyták el az országot. Nem kérem, ezek az emberek az Orbán kormány tevékenysége miatt hagyták el az országot. Éppen ezért, éppen ezért mi olyan országot, olyan Magyarországot fogunk építeni, ahova mindenki hazatérhet, és akik pedig itt vannak, azok pedig nem kiválkoznak máshová, max. egy ösztöndíjra utána hazajöjjenek és itthon hasznosítsák a tudásukat. Tehát a mi programunk arról szól, hogy lehessen ezeket a családokat újra egyesíteni, hogy a fiatalok itthon is megtalálják a számításukat, és békében, nyugalomban élhessék az életüket a családjukkal, barátaikkal, egyetemben. És a másik ilyen gondolat, ami mindig megjelenik mindenhol, az, hogy az emberek egy félelem nélküli országban szeretnének élni. Egy olyan országban, ahol nem az agresszió, nem az arrogancia dominálja a politikát, nem a cinizmus az, meg a lenézés, ami az osztály része azoknak az embereknek, akik nem értenek egyet az éppen uralkodó hatalommal. Sokan tartanak, félnek attól, hogyha a véleményt nyilvánítanak, ha valamilyen irányba elköteleződnek, és ez nem a kormányzó párt, akkor érheti őket valamilyen inzultus. Nem biztos, hogy ez bekövetkezik. De, de maga az, hogy a fejekben létezik az ettől való Tartózkodás, az emiatti félelem, az az mutatja, kérem, hogy valami nincsen rendben ebben az országban, ezen a területen sem. Éppen ezért én olyan Magyarországot szeretnék, olyan magyar köztársaságban akarok élni, olyan országot akarok vezetni, ahol mindenki, még egyszer mondom, mindenki békében és nyugalomban élhet, és otthon rá. Mindegy, hogy ki az, aki... A jobb oldalra szavazott, ki a bal oldalra, ki a liberálisokra, ez teljesen mindegy. Sokszínűek vagyunk, hál' Istennek, ettől több ez a nemzet. Másképpen gondolkodunk dolgokról. Ettől nem vagyunk jobbak vagy rosszabbak, egyszerűen mások vagyunk. De egy ultima rációként, egy utolsó indokként, hogy miért kell ránk szavazni, ezt kell, hogy mondjam önöknek, hogyha félelem nélküli, Megosztottság nélküli országon akarna, országban akarnak élni, ha ilyen hazát, ilyen nemzetet akarunk magunknak, akkor kérem április 6-án egy órát az életünkben arra kell számolni, hogy kezünkbe vegyük az ország sorsának irányítását, hogy kezünkbe vegyünk a saját sorsunk, a családunk sorsának irányítását, elmenjünk szavazni és támogassuk a kormányváltó erők listáját, jelöltjeit, mert akkor váltható valóra mindaz, amiről az imént beszéltem, hogyha ezt a kormányt elzavarjuk, ha Orbán Viktor megy, mi pedig jövünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.